Feloldották a tilalmat, leghamarabb augusztus 24-től ismét lehet magyar baromfit exportálni unión kívüli országokba is. Feloldják a madárinfluenza miatti korlátozásokat. 100 éves a nagyecsedi szivattyútelep, 280 milliárd forintot biztosít a kormány a nemzeti vízstratégiára, hangzott el a nagyecsedi szivattyútelep centenáriumi ünnepségén. Nemzeti összetartozás napja, a trianoni trauma feldolgozásának fontosságát hangsúlyozták a város és a megye vezetői a nyíregyházi megemlékezésen. Leghamarabb augusztus 24-től ismét lehet magyar baromfit exportálni unión kívüli országokba is. Feloldják a madárinfluenza miatti korlátozásokat. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A feldolgozókat és az állattartó telepeket a járvány után 2016. novemberétől ezidáig 10 milliárd forintos kár érte. A feldolgozók most attól tartanak, hogy az elmúlt 9 hónapban elveszített piacokon nem tudnak a korábbihoz hasonló export mennyiséggel megjelenni. Idén május elején feloldották a madárinfluenza miatti korlátozásokat, és engedélyezetté vált ismét a nyílt baromfitartás. Mint ismert, a madárinfluenza járvány Magyarországon először Békés megyében jelent meg 2016. novemberében, és azóta óriási károkat szenvedett el az ágazat. A fertőző és gyors elhullást okozó betegség terjedése miatt majdnem 3 millió baromfi veszett oda, de közvetlen károkat szenvedtek el a feldolgozó üzemek is. A legjelentősebb kár nem az állattenyésztők körében keletkezett, hanem a feldolgozóiparban, és ezt a kárt jelenleg még nem térítették meg. Tárgyalások folynak róla, nem a magyar kormányon múlik egyébként, mert a magyar kormány oldaláról pozitív a hozzáállás, hanem mindösszesen arról van szó, hogy az Európai Unióval mindent ratifikáltatni kell, és a unió malmai lassan örülnek, és ez akár még egy évig is eltarthat. Az 1075 hazai állattartó telep számára a Magyar Államkincstár május végén 1,31 milliárd forint támogatást fizetett kikártalanítás címén, de összességében több mint 10 milliárd forintra becsülik a károkat a baromfi ágazatban. Több megyében embereket is el kellett küldeni a feldolgozó üzemekből. A korlátozások feloldásával 3 hónap múlva visszatérhet a magyar baromfi a külföldi piacokra, de ha csak a türelmi időszakban nem találnak madárinfluenzára utaló gyanús eseteket. A feldolgozókon továbbra is nagy a nyomás a jelentős export kiesés miatt. Attól tartanak, hogy például az ázsiai, dél-afrikai vagy japán piacokra nem térhetnek vissza ugyanolyan exportmennyiséggel. Heti szinten több száz tonna áru. Ennyi ment korábban Európán kívüli országokba Magyarországról. Ide erre a piacra lehet visszatérnünk, de még egyszer mondom, egy olyan helyzet után, amikor 9 hónapig valaki nem szállít, nem számolok azzal, hogy azonnal ezt a több száz tonnás piacot egy az egybe visszakapjuk. Tehát biztos, hogy az a vevő, akinek eddig valahonnan máshonnan kellett ezt az árut megvenni, óvatosan fogja visszafogadni a magyar termékeket. Az elmúlt 8 hónapban szinte eltűnt a kereskedelmi forgalomból a líba és a kacsahús, mert a tenyészállatokat is le kellett vágni. 2017 negyedik negyedévében normalizálódhat a vízi szárnyas létszám. 280 milliárd forintot biztosít a kormány a nemrégiben elfogadott nemzeti vízstratégiára. Ebből 60 milliárdot fordítanak a Felső-Tisza vidékre, többek között a gátrendszer hosszabbítására és az aszályos időszakokra való felkészülésre, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője a nagyecsedi szivattyú telep centenáriumi ünnepségén. Az 1914-es bel- és árvízhelyzet után látták szükségesnek a nagyecsedi szivattyútelep megépítését. A létesítmény végül 1917-től működött a településen. Kezdetben még csak vízátemelésre volt alkalmas, az ecsedi láb belvizeinek levezetésére volt elég. 1927-ben már elektromos áram termelésére is átalakították a szivattyútelepet, így nem csak vízátemelés, hanem energiatermelés is volt a funkciója, ami aztán dominált is, ugye a víztermelés, vagy a vízátemelés az rövid ideig szükséges egy évben, így inkább az energiatermelés az, ami folyt hosszabb ideig. Nagyobb felújítás a 40-es években volt, amikor kibővítették a szivattyútelepet. Az akkori belvízhelyzet miatt elektromos szivattyúkat is üzembe helyeztek. Egy ideig még a gőzüzemű és az elektromos egy időben is üzemelt. Ezek a mai napig üzemképesek, de ma már csak muzeális érték.
A 100 éves évforduló alkalmából a szénadagoló vándorrostét el is indították a telepen. Az egész Ecsedi-láp belvízmentesítésére hatással van ez a szivattyútelep. Nagyon jelentős volt a korábbi időszakban a nagy belvizek idején, hiszen például 1999-ben is nagyon súlyos belvíz volt a térségben, akkor is helytállt a szivattyútelep, de hát a jövőben is szükség lesz arra, hogy árvizek idején, amikor az árvízi zsilipeket zárni kell, a szivattyútelep emelje át a káros vizeket a Krasznába. A szivattyútelep centenáriumi ünnepségén az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője kiemelte, a nemrégiben elfogadott 280 milliárd forintos nemzeti vízstratégia segítségével a vízgazdálkodás megváltozott kihívásaira készülnek majd fel. Ennek oka a klímaváltozás, például a 2013-as Dunai árvíz a korábban mért vízszinteket is megdöntötte. 2015 nyara pedig a 90-es évek eleje óta a legaszályosabb 12 hónap volt. A tervek szerint 2030-ig a települési csapadékvízgazdálkodást újra gondolják, de fel kell készíteni a vízpultló rendszereket is az aszályos időszakokra. A Felső-Tisza vidékre 60 milliárd forintot fordítanak majd, főleg az árvízi védelemre. Ez az ország leginkább árvizeknek kitett térsége, legalábbis annyi van, hogy a felkészülési idő, a védekezésre történő felkészülés itt a legrövidebb, hiszen külföldről érkeznek a vizek, és nagyon gyorsan, akár pár óra alatt is métereket tud emelkedni a Tisza vízszintje. Ezért az elsődleges célunk volt, amikor a rendszereket, a támogatást terveztük, hogy az árvízvédelmi rendszereket fejlesztjük. Azóta természetesen pont a vízhiányos időszaknak köszönhetően látszik, hogy a víz hiányával is itt a Felső-Tiszán meg kell küzdenünk. A vízpótlási terveken túl például a teljes gátrendszer kiépítése is a cél a Tivadari híd feletti szakaszon, illetve a tiszatúrtározó megépítése további 1 méterrel tudná növelni a védelmet. A múlt hibáiból való tanulást és a trianoni trauma feldolgozásának fontosságát hangsúlyozták a város és a megye vezetői a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából tartott megemlékezésen Nyíregyházán. A résztvevők ünnepi műsorral és koszorúzással emlékeztek a Magyarországnak jelentős terület és népességvesztést okozó 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátumra. A záhonyi középiskolások mutatják be tánccal és énekkel a 97 évvel ezelőtt aláírt békeszerződést megelőző és az azt követő történelmi eseményeket. A trianoni tragédiára emlékezve június 4-ét a Magyarországgyűlés 2010-ben nyilvánította a Nemzeti Összetartozás napjává. Szabó István, a megyei közgyűlés alelnöke beszédében arra emlékeztetett, a magyar nemzetet történelme során 5 nagy sok érte, Muhi, Mohács, Kismajtény, Világos és Trianon. Történelmi visszatekintésében az alelnök elmondta, a diktátum aláírása után a magyarok többségében a revízió gondolata tartotta a lelket, de a II. Világháborút megelőző területgyarapodást a vesztes oldalon befejezett háború végül semmissé tette. Ezt a traumát sokak szerint máig nem heverte ki Magyarország. Ez irányba tett fontos lépés a nemzeti együttműködés és összetartozás gondolata, hiszen fölülemelkedik ezáltal a nemzet a trianoni traumákat és a korábbi történelmi traumákat övező vitákon, álpolitizáltságon, és mindenek fölé helyezi azt az összetartozás érzést, amely minden magyar embert együvé sorol, és a viták fölé emel. Nyíregyháza polgármestere azt hangsúlyozta, a megyeszékhely mindent megtesz a városban élő közösség összetartásának erősítéséért és a határon túli magyarság befogadásáért. Utóbbinak jó példája az, hogy eddig közel 20 000-en tették le az állampolgársági esküt. Hozzátette, a múlt hibáiból kötelessége tanulni a felnövekvő generációknak. Ez az emléknap éppen ebben segíthet a magyaroknak. Folyamatosan minden nap tenni kell érte. Egyrészt, hogy ilyen még egyszer ne következhessen be, tisztán lássuk a helyzetünket, illetve a trianon után adódó lehetőségeket is teljesen kihasználjuk. Ezt igyekszünk megvalósítani itt Nyíregyházán is, hiszen itt a mi városunkban a nemzeti összetartozás az a mindennapokban élő kötelék. Nagyon sok testvérvárosunk van a régi történelmi Magyarországról, ahol magyarok is élnek.
Az ünnepség zárásaként a történelmi egyházak képviselőinek részvételével a város, a megye és a megyei kormányhivatal tisztségviselői közös koszorút helyeztek el a Trianon emlékére állított emléktáblánál a megyeházán. Baleset történt ma délelőtt Sényő és Nyírtura között. Egy terepjáró balra akart kanyarodni egy magánút felé, miközben őt már előzte egy személygépkocsi. A két autó összeütközött, személyisérülés azonban nem történt. A sofőrök nem tudtak megegyezni a felelősség kérdésében, ezért a helyszínen rendőrök intézkedtek. A világhírű New Oxford Kalics kórusa lépett fel Nyíregyházán Robert Queen vezényletével. A koncertről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. A feljutásért játszik vasárnap Balmazújvárosban a kisvárdai futballcsapat. Az NB2 utolsó fordulójában dől el, hogy a két együttes közül mely kerül fel az NB1-be. A tabellán egy ponttal jobban álló hazaiak számára elég a döntetlen, míg a vendégeknek győzniük kell az osztályváltáshoz. A negyedik helyen végzett a hazai rendezésű kadett korcsoportos országos B-döntőben, így összesítésben a 12. helyen zárt a nyíregyházi kosársuli lánycsapata. Farkasinszki Gyuláni együttese egy győzelemmel és két vereséggel zárta a tornát a Szent Imre gimnázium csarnokában. Egy héten keresztül tart a Conspirito Egyházzenei Fesztivál, ennek keretében az ország több városában rendeznek koncerteket. Nyíregyházán csütörtökön a Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban a világhírű New Oxford Kalics kórusa lépett fel Robert Queen vezényletével. A New Oxford College kórusa az Egyesült Királyság egyik leghíresebb, legnagyobb hagyományokkal rendelkező énekegyüttese. Eredete a 14. századra vezethető vissza. Mára a világ vezető kórusai között szerepelnek, repertoárjuk az egyházi zene minden területét felöleli, de elsődlegesen az anglikán egyház énekeinek és zsoltárainak legautentikusabb tolmácsolójaként ismertek világszerte. A kórus karnagya és művészeti vezetője Robert Queen, a Westminster Abbey orgona művésze. We have 16 boys singing today in the concert. 16 fiú énekel ma a kórusban, ahogyan a legtöbb Isten tiszteleten is. Emellett vannak mélyebb hangjaink, 6 profi énekes és 8 egyetemi hallgató, akik az egyetemen tanulnak. And 8 students who are students at the college. A kóristák az oxfordi régióban élő 7 és 13 év közötti fiúgyermekek lehetnek, akiket számos jelentkező közül választanak ki. A fiúk jelentkeznek a kórusban lévő helyekre, de nem csak a kórusba, hanem az egyetem iskolájába is, bejönnek, énekelnek nekem egy zeneművet, dolgozom velük egy kicsit, hogy lássam, van-e fülük a zenéhez, ugyanakkor felvételi tesztet is írnak az iskolában. A kórus legfőbb ismertető jegye egy olyan csengő hangzás, melyet a kisfiúk által énekelt szoprán és altszólamok tesznek különlegessé, valamint az az energia, amely minden előadásukban megmutatkozik. A koncerten Thai, Telis, Bird, Schütz és Johann Sebastian Bach művei csendültek fel, orgonán Timothy Wake-ről játszott. A feljutásért játszik vasárnap Balmazújvárosban a kisvárdai futballcsapat. Az NB2 utolsó fordulójában dől el, hogy a két együttes közül melyik kerül fel az NB1-be. A tabellán egy ponttal jobban álló hazaiak számára elég a döntetlen, míg a vendégeknek győzniük kell az osztályváltáshoz. 37 fordulót már lejátszottak a labdarúgó NB2-ben, de a 38. forduló dönt majd arról, hogy a feljutás már korábban kiharcoló Puskás Akadémia mellett melyik csapat jut fel az NB1-be. A képlet egyszerű, hazai siker vagy döntetlen esetén a jelenleg második Balmazújváros, vendéggyőzelem esetén pedig a most harmadik helyezett Kisvárda vált osztályt. Ősszel Kisvárdán a Balmazújváros nyert 1-0, de sem abból a mérkőzésből, sem az elmúlt meccsek eredményeiből nem lehet kiindulni, mivel egy ilyen téttel bíró mérkőzés számos tényező befolyásolhatja a végeredményt. Ezt a forgatókönyvet már megjósoltuk a felkészülés elején. Amikor volt a téli anket, talán vissza tudunk rá emlékezni, akkor jeleztem, hogy az utolsó fordulóban a Balmaz ellen fog dönteni a helyezésekről.
minden, és hát ez így is alakult. Én úgy érzem, hogy ha bár az elmúlt időszakukban a végén már, illetve a bajnokság ellenén is fáradtabbak voltunk, tavasszal most kétszer ugye vereséget szenvedtünk, az őszi szezonban kétszer szintén vereséget szenvedtünk, most ez a leeresztés nem történt meg, sokkal motiváltabbak a játékosok, amely ebben a pillanatban érthető, és azt is látjuk, hogy nagyon elszántak. Tudjuk, hogy a balmazés, ezért egy nagyon jó mérkőzés elé nézünk. Én azt érzem, hogy mindkettő csapatban azonos erények vannak, talán a mi szempontunkból hátrány, hogy a Balmaz hazai pályán saját közönsége előtt óriási várakozások mellett lép majd pályára, de viszont az egy nagyon nagy motiváció nekünk, hogy az őszi mérkőzést nagy fölényünk ellenére sikerült nekik megnyerni, és ezért mi mindenképpen revansot szeretnénk venni. Én úgy is érzem, hogy meg fogjuk nyerni ezt a mérkőzést. Balmazújvárosban óriási az érdeklődés a mérkőzés iránt, és a kisvárdai szurkolók is elkapották a számukra biztosított 300 jegyet. A hazaiak edzője Feckó Tamás elmondta, mindenképpen győzelemre játszanak majd a feljutást eldöntő meccsen. A döntetlenben nem gondolkodunk, csak a győzelembe gondolkodunk. Ugye köztudott volt már hetek óta, hogy ez a mérkőzés fogja eldönteni a feljutó kérdését. Készültünk. Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen nekünk, én azt mondtam a fiúknak, az utolsó két mérkőzésünk olyan, hogy a Puskás és a Kisvárdán, ami mind tévés meccs, mind óriási rangadó, mind presztízs mérkőzés. Úgyhogy nagyon jó mérkőzésre van kilátás, aki kilátóra biztos, hogy jól fog szórakozni, és nagyon bízok benne, hogy hazai ünneplés lesz a végén. A Balmazújváros Kisvárda mérkőzés vasárnap 18 órakor kezdődik. A forduló további párosítása a következő: Soroksár Szolnok, Mosonmagyaróvár Vác, Siófok Csákvár, Nyíregyháza Spartakusz Cigánd, Dorog Szeged, Grosics Akadémia Békés Csaba, Ceglét Sopron, Budaörs Puskás Akadémia és Zalaegerszeg Kozár Misleny. A negyedik helyen végzett a hazai rendezésű kadett korcsoportos országos B-döntőben, így összesítésben a 12. helyen zárt a nyíregyházi kosársuli lánycsapata. Farkasinszky Gyuláni együttese egy győzelemmel és két vereséggel zárta a tornát a Szent Imre gimnázium csarnokában. 8 csapat részvételével rendezték meg Nyíregyházán a kadett korcsoportos lánykosárlabdázók országos B-döntőjét. A kieséses rendszerű tornán a házigazda NKS a Pécsi VSK-t 78-55-re legyőzve jutott a négy közé. Az elődöntőben a török Flóris törekvésese 74-66-ra verte Farkasinszky Gyuláni együttesét, amely a következő meccsen a Szekszártól kapott ki 68-59-re. A nyíregyháziak így a B-döntő negyedik helyén végeztek, ami összesítésben a bajnokság 12. helyét jelenti számukra. Egy olyan agresszív csapdázós védekezéssel volt minden csapat, ami sajnos, ugye, és ez valószínűleg, ugye, de nem valószínűleg, hogy biztos az én hibám, hogy erre nem tudtam még rájönni, hogy hogy lehetne ezeket a mi gyerekeinket egy ilyen kis agresszív kis oroszlánokká nevelni, mert mi per pillanat még olyan kis ügyesek vagyunk, valóban zsiráfok vagyunk, hogy jól el vagyunk magunknak, de nincs meg bennünk az az agresszivitás, ami nagyon sok más csapatban megvan, és így azokban a közelharcokban, ugye sok esetben már közelharcról beszéltünk, az eset nagy részben nem jövünk ki győztesen. És ugye ez minden esetben behatárolja azt, hogy most a mérkőzés végeredménye hogy fog alakulni. Az edzőnő véleménye szerint a 3 nap alatt lejátszott 12 mérkőzésre nem lehetett panaszuk sem a szakembereknek, sem a szurkolóknak. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó színvonalú döntőt sikerült rendezünk, tehát minden csapat úgy ment el Nyíregyházáról, hogy nagyon, nagyon élvezték, nagyon jó volt. A mérkőzések is nagyon színvonalasak és jó mérkőzések voltak, tehát nagyon sokszor egy-két ponton múlt az, hogy éppen ki fog tovább lépni, vagy ki az, aki lentebb fog csúszni. Ugye mindenféleképpen a színvonalát az is jelzi, hogy több akadémiai csapat is ugye itt a B-döntőben talált magának helyet, vagy például azt mondhatom, hogy a Beac és a Szekszár csapata az előző években ugye mindig A-döntőnk játszott, és most ugye ide hozzánk kerültek le a B-döntőnbe. Tehát itt mindig a pillanatnyi forma és a pillanatnyi, mondhatom azt, hogy talán koncentráció döntött annak a csapatnak a javára, aki éppen a mérkőzés játszotta. A B-döntő első helyét a Beac Újbuda Kosárlabda Akadémia szerezte meg a török Flóris törekvésese előtt. A nyíregyháziak közül a csapatok legjobbjának járó díjat megosztva Borza Laura és Hidas Réka kapta. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Leghamarabb augusztus 24-től ismét lehet magyar baromfit exportálni unión kívüli országokba is. Feloldják a madárinfluenza miatti korlátozásokat.
A feldolgozókat és az állattartó telepeket a járvány után 2016. novemberétől ezidáig 10 milliárd forintos kár érte. A feldolgozók most attól tartanak, hogy az elmúlt 9 hónapban elveszített piacokon nem tudnak a korábbihoz hasonló exportmennyiséggel megjelenni. 280 milliárd forintot biztosít a kormány a nemrégiben elfogadott nemzeti vízstratégiára. Ebből 60 milliárdot fordítanak a Felső-Tisza vidékre, többek között a gátrendszer hosszabbítására és az aszályos időszakokra való felkészülésre, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője a Nagyecsedi Szivattyú telep centenáriumi ünnepségén. A múlt hibáiból való tanulást és a trianoni trauma feldolgozásának fontosságát hangsúlyozták a város és a megye vezetői a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából tartott megemlékezésen Nyíregyházán. A résztvevők ünnepi műsorral és koszorúzással emlékeztek a Magyarországnak jelentős terület- és népességvesztést okozó 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátumra. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták június 2-án pénteken. Friss hírekkel hétfőn este várjuk majd önöket, hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a krónikát láthatják. Tudósításainkat pedig elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is napos, száraz, meleg időre számíthatunk. Térségünk fölé egyre melegebb légtömeg érkezik, így szinte zavartalan, strandidős hétvégére számíthatunk. Reggelig derült idő várható, csapadék nem lesz. A változó irányú szél mérsékelt marad. Reggelre általában 9 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben derült napos idő várható, csapadék nem lesz, a változó irányú szél helyenként megélénkül, délutánra 29 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincs térségünkben. Nagyon erős UVB sugárzás várható, ezért a déli és kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. Vasárnap még marad a napos, száraz idő, hétfőtől nyugat felől felhősödés képződik záporokkal, zivatarokkal, és több fokkal visszaesik a hőmérséklet. Szerdától megszűnik a csapadék, és a hét második felére visszatér a száraz, nyári idő, ismét 30 fok köré melegszik majd a levegő.